A kézilabda Európa bajnokság előtti utolsó napokban adták át Tatabányán a mintegy 24 milliárd forintból épített új kézilabda csarnokot. Mint ahogy azt az elmúlt évek stadion és csarnoképítési projektjeinél megszokhattuk, ezúttal is jóval többbe, az eredeti költség négyszeresébe került a csarnok. És csodák csodájára a kivitelező cég is valahogyan itt is Mészáros Lőrinc gyermekeinek érdekeltségi körébe tartozik. Az eredeti 6 milliárd forintos költség előbb 18,5 milliárdon nőtt, majd közel az eredeti költség négyszeresénél állt meg, úgyhogy még az utolsó pillanatban is 1,8 milliárd forintot adott az Orbán kormány a csarnok üzemeltetésére és berendezésére. Mi a Demokratikus Koalíciónál úgy gondoljuk, hogy a kézilabda Európa-bajnokságot is arra használja fel az Orbán kormány, hogy a haverjának a zsebét tömje ki. Éppen ezért kérdéssel fordulok Kocsis Mátéhoz, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökéhez. Hogyan lehetséges az, hogy a csarnok az eredeti költség négyszeresébe került? Mi, akik itt élünk Tatabányán és környékén, szeretnénk tudni, hogy hogyan és mennyiből fogják üzemeltetni ezt a csarnokot. Sport és kézilabda szeretőként kíváncsian várjuk azt, hogy fiataljaink, utánpótláskorú játékosaink hogyan tudják majd kedvezményesen igénybe venni a kézilabda csarnokot. Hogyan lehetséges az, hogy a csarnokot csak a szűk, fideszes elit előtt adták át, és mindezt annak tükrében, hogy pár nappal korábban más helyszínre kellett áttenni a magyar kézilabda válogatott felkészülési mérkőzését. Úgy gondolom, hogy a válaszokra szükség van arra, hogy a tatabányák és környékén élők ítéletet tudjanak mondani majd az Orbán kormányról, mert egy olyan sportszerető kormányra van az országnak szüksége, amelyik nem írtatlan mennyiségben önti a betonban a kétes eredetű pénzt, hanem a helyi utánpótlásra fókuszál, a gyermekeink egészséges életmódjára. Persze nem meglepő, ami itt történt, hiszen már tavaly látni lehetett, hogy a kézilabda Európa bajnoksághoz kapcsolódó építési költségek elszállnak. Mégis az Orbán kormány nem tett semmit azért, hogy a költségeket csökkentse, hanem minden áron meg akarta valósítani költség nem számít alapon az összes beruházást, így még a gazdaságvédelmi alapból is átcsoportosított összegeket, tette ezt mindezt a pandémia időszak alatt, amikor ez az összeg arra szolgált volna, hogy magyar családokon segítsen. Éppen ezért én azt állítom, hogy az Orbán kormánynak fontosabb a haverjének a zsebének a kitömése, a látványberuházások mindenáron történő megvalósítása, mint a magyar emberek megsegítése. Ezért kell az Orbán kormánynak mennie, ezért is kell az Orbán kormánynak mennie, hogy végre egy igazi sportszerető kormánya legyen az országnak, amelyik tényleg arra költ, hogy fiataljaink kiteljesedhessenek, az utánpótlásra költ, a gyermekekre költ. És éppen ezért fordulok még egyszer kérdéssel Kocsis Mátéhoz, a kézilabda szövetség elnökéhez, hogy hogyan kerülhetett a négyszeresébe a tatabányai kézilabda csarnok, és helyi emberként, sport- és kézilabda szeretőként szeretném tudni, hogy hogyan fogják kedvezményes áron igénybe venni a helyi utánpótláskorú játékosok majd ezt a csarnokot. Ezekre a válaszokra szükségünk van, hogy április 3-án ítéletet tudjon mondani az Orbán kormányról, leváltsuk azt, és egy igazi sportszerető kormánya legyen az országnak.